A Kozár Mislenyese, Dorogese, NB1B-s női kézilabda mérkőzés első fél idejében ment az adok-kapok, fej-fej mellett haladtak a csapatok. A házigazdák hiába diktáltak óriási tempót, akárcsak a bajnokság főpróbáján, a nagyatádi Rinyamenti KC elleni ligakupa meccsen a védekezés nem igazán állt össze, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen két gólos vendégelőnnyel mentek pihenőre a csapatok. A második játék részre aztán feljavult a védekezés, de az első fél órában tapasztalt pontos befejezések elmaradtak, így a házigazdák futottak az eredmény után. 6 perccel a találkozó vége előtt vette át a vezetést a Kozár Mislenyese, de kiegyenlített a Dorog. Kevesebb, mint 10 másodperc volt vissza a mérkőzésből, amikor egy olyan játékelemmel harcoltak ki a lányok egy 7 méterest, amit edzésen gyakoroltak. A meccs embere Polics Tímea volt, aki értékesítette a büntetőt, és ezzel 29-28 arányban nyertek a házigazdák a szezonnyitón. Az első fél időben nem úgy jött ki a lépés se nekem, se a csapatnak, hogy elterveztük, és ez rányomta a bélyegét az egész meccsre, mert ugye végig küzdöttünk azért, hogy elérjük a győzelmet, de a szívünk végig a helyén volt, és szerintem ezért sikerült megnyernünk ezt a meccset. Soha nem mondok olyat, hogy meg voltam elégedve. Az első fél időben nagyon nem találtam se a kaput, se a társaimat. A második fél időben próbáltam összeszedni magam, és talán ezért sikerült az utolsó hetest is belülnöm. Kovács Tamás vezetőedző a találkozó után elmondta, ha szerencsével is, de megnyerték a szezonnyitó meccset, és ezért nagyon sokat tett a csapat. Van egy mondás, hogy megpróbálom jól elmondani, hogy a kapufa éle igazságos, vannak pattam be, aki tesz érte a héten. Én azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tettünk érte, nem csak a héten, az elmúlt hetekben, és hát beúsztuk ezt a meccset. Hozzá kell tenni, és hogyha a szívünkre tesszük, akkor óriási szerencsénk volt ebbe a történetbe, de és nagyon nagy gratulációm a dorogi csapatnak. De megint előjött az a pozitív dolog, hogy folyamatosan van hitünk, folyamatosan hiszünk abba, hogy itt nincs elveszett labda, nincs elveszett mérkőzés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok csapat ebből a kapott gólból már nem biztos, hogy ideért volna. Mi ideértünk, és mi kiharcoltunk egy hetest. Hát ettől van az a bizonyos nagy kozármisteni szív. Gratulálok a csapatomnak, már ez csak és kizárólag csapatmunkáként és hittel ment. Hát ennyit láttam most. Egy NEKA elleni hétközi Magyar Kupa mérkőzés után szombaton Dunaújvárosban játszik Kovács Tamás együttese a bajnokság második fordulójában.